Oké, és a mai nap utolsó játéka... Hú, nem is tudom, ez mennyi volt ez a játék. Hát, vagy 5-6 font, meg még 3 szállítással. Viszont ez Complete Inbox, tehát hogy ehhez van manuál, ehhez van egy kicsit dohosabb szagú doboz, gondolom, hogy padláson volt, hogy valahol mi dobozban erre van. De vicces, ú, német is van rajta! Ahogy az összes többin is van. Felolvassam? Na, úgyse tudtok válaszolni, tök mindegy. Szarügy. Ó, először az angolt. Earth is under attack. Deadly missiles have been launched at Earth from the farthest reaches of known space. Are you good enough to earn the title of Global Defender? Bitch. És németül. Akkor is vicces. Die Erde will angegriffen, tödliche Raketen sind von dem Entfernstenden gegeben des bekannten Welt als in Richtung Erde abgeschlossen worden. Sind sie gut genug, um den Titel eines globalen... Tudom olvasni. A faszom, mindegy. The Parlor Games is jó. Choose from the exciting challenges and actions of billiards, darts and word bingo. In billiards, choose 9 or ball or rotation. Play the dart games 301 or 501. Or test your luck in a high stakes game of word bingo. There are no fucking stakes in this virtual bingo. There is no challenge in it. Because you can't win shit. Okay. És a következő. A Smash TV. Van még egy pár dobozos játékom, most ezt nem tudom elővenni, az egy másik dobozban van. Congratulations, you are the next lucky contestant on the game show with the ultimate prize. Ultimate in prize. Your life! Pick 6 futuristic weapons and defeat hordes of cyborg mutants, power orbs, assault tanks and the 30-ton mutoid man. Kisbetűvel. Features 1 and 2 player simultaneous action. Megnézni, hogy ezt egy másik emberrel ráveszed, mert ezt a szart játsza. Two control action giving 360 degrees firepower based on the Bally Midway Arcade Smash. Yeah, it was based on it, but... Igen, lehet, hogy az alapján készült, de hogy semmi közös nincs bennük. Na, kapcsoljunk egy globális védelmet befele. Ez is egy játéktermi port egyébként. A Master Systemre voltak nagyon jó játéktermi portok. Boom. Már ez elég traumatizáló lehet. És a japán verzióban ez SDI. Ahogy egyébként, ha észrevettétek, a Super Space Invader egyik pályában az egyik ilyen szatellitre egy nagy SDI felirat volt kirakva, tehát hogy ez erre utal. Gondolom szerették a játéktermi játékot. És ez egy érdekes játék. Ó, egy kicsi hang glitch. Érdekes, ez a játék, ez egy olyan shoot'em up, ahol az egyik gombbal a lövéseidet alakítod. A másikkal pedig... önmagad mozgatod mindenhova máshova. Nem egy könnyű játék, hozzáteszem. De egy nagyon jó shoot'em up, tehát hogy... Ah, csak béna vagyok benne egy kicsit, sorry. Mert kezdjünk egy új játékot, így. Tehát, hogy vigyáznod kell arra, hogy te hol vagy, és vigyáznod kell arra, hogy hova lősz, és ez mondjuk egy twin stick-kel sokkal jobb lenne, meg egy gombbal esetleg, vagy folyamatos lövéssel, de nem lehet igazából erre haragudni, hogy egyáltalán, tehát, hogy így, né?
szerencsére... annyira nem is gyors a játék, tehát hogy... Bár mondjuk lehetne gyorsabb is. Olyan értelemben, hogy az irányítás az lehetne gyorsabb. Nyilván ez egy, ezzel a stickkel ezzel sokkal jobb. Csak ne lennék ilyen puncher. Miután vége a pályának, összeszed az űrhajó, és mész a defensive, igen, a defensive half-ra. Hát ez sajnos nem lett túlságosan jó pálya, mert beszélnem is kell, meg másra figyelni, meg ez mondjuk gamepaddal sem rossz. És ilyenkor játszol, mintha egy missile command lenne. Olyan hasonló, nem? Tehát, hogy úgy érezni, hogy ez olyan missile commandes. De mégse olyan izé. Tehát, hogy egész kellemes, így úgy játszható. Az intróval ellentétben azért a Master System nem annyira férfias hangzásával. Azért annyira nincs, nem érzed magad veszélyben, mint mondjuk, hogyha egy... Nem egy Ninja Gaiden soundtrack-je van, de... Mindegy, ilyenkor összeszed. És azt a jó szar értékelésemet, ami itt lesz, ott az Olaszország. Meg lehet látni Magyarországot is valamennyire. És ilyenkor leszámolja a izéket. És tévén kurva jól néz ki ez a játék. Igazából még az izére sincs annyira panasz. Bazd meg! Csak itt az a baj, hogy egyszerre kell több mindenre figyelni, minden videójátéknál. Amint, hogy egyszerre kell mozogjál össze-vissza, és lőni is. És ez nem mindig egyszerű. És ez nem sikerül. Jaj. Összeszed a repülő és mész a defensive half-ra, és ez így megy egészen sokáig. Nem tudom, hol a vége a játéknak, mert én mondjuk nem raknék ebbe befejezést, mert minek, hát ez egy arcade játék.
imádkozik az ember, hogy legyen vége ennek a defensív halfnak is, mert az offenzív sokkal jobb. Hát sajnos nem egy Missile Command ez a játék, pedig egész jó lenne. De nagyon hasonló hozzá, és nagyon jó. És egyébként a grafika is nagyon szép tévén. Bocs, nem tudom, monitorra így hiába nézek, ez annyira nem jó, de... És nagyon szépen hozzá számolja. Ó, egy... Ah! Fuck! És egyelőre szerintem ebből elég is, mert már kezd a fejhallgatón fájni a fejem, úgyhogy megnézem a videókat, hogy sikerültek, hogy néznek ki, és lehet, hogy körbe kell vágjam. Nagyon szomorú ez a Game Over zene. Szomi vagyok én is. Körülbelül olyan hangja van, mint amikor a Friendzone-ba raknak. Sadness. Na, sziasztok! Remélem ezt a sok videót, ezt úgy el tudjátok fogadni, mert régóta nem volt. Na pá!